A Dombóvári Földi István Könyvtár csatlakozott az állatbarát olvasó kihíváshoz, melynek célja, hogy a gyermekek és a szülők, illetve pedagógusok állatvédelemmel vagy az állatvilágról szóló könyvekkel ismerkedjenek meg. Az Állatvédelmi Oktatásért Alapítvány idén létrehozta az állatbarát olvasók kihívást, melynek célja ösztönözni a pedagógusokat és a szülőket arra, hogy a gyerekekkel közösen egy állatokkal vagy állatvédelemmel kapcsolatos könyvet olvassanak el. Minden hónapnak lesz egy kiemelt szerzője és könyve, ezt menet közben teszik majd közzé az ajánlásban. A Dombóvári Könyvtár is csatlakozott az állatbarát könyvtár programhoz, tehát külön gyűjteményt fogunk kialakítani állatokkal és állatvédelemmel kapcsolatban. Eddig is állatbarát intézmény voltunk, bent a könyvtárban a bejáratnál fel van tüntetve, hogy kutyabarát hely vagyunk, illetve hát csatlakoztunk januártól a Help Dombóvár Egyesületnek adománygyűjtési helyszíneként is. Mindehhez kapcsolódva az alapítvány kezdeményezésére létrejött az Állatbarát Könyvtár program is. Ezek például nem repülik át a földközi tengert, hanem Európa déli részre felelnek, sőt, nagyon sok közülük nem is megy el, vagy hogyha el is megy a miénk, akkor Északabbról, Lengyelországból, Szlovákiából, azok lejönnek hozzánk, és itt telelnek át, hát őket szoktuk etetni. Őket hívjuk azt, úgyhogy rövid távú vonulók, tehát sok veszélynek nincsenek kitéve, mivel időjárás illetően sem. Nagy Sándor, az MME 28. számú Dombóvári csoportjának alapítója, titkára tartott előadást a Télmadár vendégei címmel, a könyvtár programjához és a helyi csoport évfordulójához is csatlakozva. A rendezvény apropója az, hogy ebben az évben volt az MME 40 éves január 6-án, és ebben az alkalomból mi azt ajánlottuk fel itt a környéken, hogy egy előadássorozat lesz, ami elkezdődik a mai nappal, és várhatóan novemberig tart majd. Ennek a célja az, hogy minden korosztályt megcélozzunk. Kezdjük a kicsikkel, majd az óvodásokkal, amikor már terepre is lehet menni, illetve a 10 évesekkel, aztán a gimisek jönnek, és végig pedig a felnőttek. A mai előadásnak a témája a téli madárvendégek. Ez egy 11 éves korosztálynak szól, majd 70 gyereket várunk a mai programra. A jövő hónapban 16-án 3 előadás lesz, az ismert terjesztő jelleggel megy, hogy milyen széles skálán dolgozunk. A kolléga kint volt Madagaszkáron egy kisebb csoporttal 3 hétig, ott készült rengeteg fotóból, lesz 16-án 10 órakor, 12-kor és délután, illetve ma kora este 17 órakor egy előadás. Utána lesz 2 előadás, egy a műfázban, egy pedig majd egy valamelyik iskolában. Az a MME-nek a legsikeresebb fajvédelmi programjai lesznek. Májusban pedig lesznek a nyílt napok, ami azt jelenti, össze lesz kötve a madárgyűrűzéssel, a múzeumnak a bemutatásával, a szakvezetéssel, és ősszel megint majd előadások lesznek.